kapó vándorbáj. Szedem a sátorfát, amit a nyakamba veszek, egy más ország. Jöhet egy amsterdami kis csajszerda, klassz verda se kell, ha van nagy stand-up. Irányba simába turista lennék, a müncheni fötére nudista vendég. Yeah, mert én így húzom túl, bőrönd és irány a Europe Tour. Sziasztok, véget ért a bristoli fellépés, ilyen közönségünk volt, jó nyomta Peter, hatalmasan Pécs, vicces Ádám. Vagy. És olyan meglepetésért minket, olyan potentátokkal találkozhatunk itt, mint a londoni főkonzul, Rizskó Nagy László. Hello, ezt képzeljétek el, láthatok-e már főkonzult? Mindenki most beszarhat és megvárjuk, hogy visszaér. László, hogy tetszett a műsor röviden? Nagyon. Én azt sajnáltam, hogy tegnap már nem lehettem ott. A londoni közönség. Igen. Hát az tényleg sajnálom. Mindig visszasírk a London. A londoni közönség. Akik nem tudják, például én, hogy mit csinál egy főkonzulja, mint egy polgármester, hogy az itteni magyarokat így egyben tartja a problémákat, kezeli. Elsősorban az a dolgom, hogyha bármelyik magyar itt probléma ér, akkor segítsek neki. Például, hogyha holnap az Amsterdam előtt sikerül elhagyniuk az irataikat, akkor majd be lehet kopogtatni, és hirtelen adok egy újat, hogy sikerüljön föllépni, és ott is megnevetetni az embereket. Aha. Hogyha itt a útlevél elhagyás van, vagy kinti probléma valakivel. Igen, ilyesmi. Az épületet az állam bérlét, tehát az egy miként kívülről elég szép. Hát belül, melyik állam? Belül... Magyar? Mondjuk. Okay. Igen. Mondjuk ki a magyarok. De valaha még egyébként az osztrák magyar monarchia bérelte, tehát azért ugyanaz kérdés az jó volt. Azóta? Kérdés jó volt, igen. Az volt valamikor a rezidencia, a valamikori nagykövetnek, még a közös nagykövetnek, és most ugye a saját magyar. Kiküldtétek az osztrákokat, hogy figyelj, most már magyar innentől ez a rész. Nem voltam ott. My place. Úgyhogy my place. Én nagyon szeretem ezt a munkát, tehát ez az elsődleges. Nagyon régóta vagyok most már ez a közigazgatásban, meg ezen a területen, és hát igen, ide én pályáztam, tehát Angliát ezen belül én választottam, és szeretek itt menni. Klassz, és volt erre valami vizsga, vagy ilyenek az összes főkonzullal, és akkor te lettél a fő? Hát pályázat volt, belső pályázat, azon választottak ki, és egyébként igen, elég komoly vizsgát kell tennünk, tehát ez nem egy egyszerű feladat. Mert a nagykövet a Magyarországot képviseli általában, a magyar politikai életet, a kormányzatot, ő felelős az egész magyar külképviseletért, a főkonzul pedig vezeti a konzulátust, én pedig a magyar állampolgárokért felelek, tehát ez így ezért elválik, és természetesen az én főnököm a nagykövet. És eljöttök esetleg Angliába, és elhagyjátok az útleveleteket, vagy összeverekedtek valakivel, akkor az úriember állnak rendelkezésre. Alul már fut is a telefonszám, kívánság kosár, elhagytam az útlevelem, főkonzul úr című számot küldenék mindenkinek, aki szereti. Köszönjük szépen! És külön köszönöm, és örülök, hogy találkozhattam. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Thank you so much! Yes. Annyi kép készült, hogy mindenki kaphat belőle. Igen, az ne álljon ide, aki körözött bűnöző, mert felveszik a videókiratadát. Jó volt most. Velem is mindig ezt csináljuk. Így képezzük őket, hogy jönnek a Facebookra. Na, komolyan. Hello. Gyertek ide. Újjatok a régi. Mi bajod van a melegekkel? Most nagyon meg fog sértődni, de kiáll meleg képből, meg kérlek. Persze, de miért ne sértődni? Én is álljak ki? Nehogy legugolj az észre. Nem, álljál. Azért ez túlzás. London. Na cső. Ádám. Ura. Ja, csinálod te? Csinálom. Már töltöttem vizet a forralóba. Ja. Ó, Isten. Na mi a pálya? Nem tudom, mikor keltem utoljára ilyenkor. Nem normális, azt mondom. Milyen van? Fekete. Van alatt hozzó?
Azért ez embertelen, nem? Nem annyira vicces azért ez. Azért látszik, hogy nem aludtam ki magam, tessék. Hol az inkon alá? Úgy értem én, hogy van ez a baloldali kormány, meg... Nem épp az, hogy... Összeízbeszél. Jobboldali kormány, de hát ilyen kormány... Nálam meg is jobboldali a kormány. Tehát érted, hogy a más oldalán mennek, meg a... Meg hogy ki királynő van, hogy... Egy nő vezeti az ország. Nem azért mondom, de hát... Forró. Aha. Úgy nem rossz, de... Ez a 5 óra ideje, de... Azért ilyen kurokorán fel kell hívasz meg. Én tényleg nem értem az angolokat. Jó, hogy van a 5 óra ideje, de hogy miért kell... Nem normális. Ez a felkelés azért kikészít, nem? Figyelj, én visszafekszek a múl. Szarok rá. Ja. Hízve csak meg, nem? Szarok a hagyományokra. Cső. Bőrönd és irány a Euro 2. Léptem, de elveszni van kedve. Egy képen, a próba.